Olvasod a könyvet? Nagyon vastag könyv. De tudod, mi van benne? Persze, hát, hogy mindenki. Kivéve az író urat. Mi? Te nem... Mi nem. De tényleg nem, nem? Nem probléma, egy hét alatt meg lesz. Az Elfújta a szél című klasszikust szinte mindenki ismeri. A film több mint 3 év alatt készült el, forgatókönyvírók és rendezők jöttek-mentek. A forgatás kezdete előtt 5 nappal viszont egy teljesen új stáb állt fel, akik nem hittek a film sikerében. Az 5 napig tartó káoszt Szente Vajk dolgozta fel és rendezte végjáték formájában színpadra. Én úgy gondolom, hogy aki nem látta ezt a filmet, és itt akarja megnézni, van egy körülbelüli képe arról, hogy mit látott, hatott volna, és utána megnézi, mert ugye ki lehet venni videótékából, vagy akár a YouTube-on szerintem rajta is van. Itt én úgy érzem, hogy a 3 színészi játék az, amire ez írva van. Ez egy ilyen, egy trió, egy zongora trió, ami minden egyes pontján meg van támasztva, és hogyha jól tudunk együtt dolgozni, az olyan, mint 3 hangszer, és így lesz a végén sikere. A forgatókönyvet tavaly novemberben mutatta be a Fórum Színház, azóta számos városban láthatta a közönség. A főszereplők szerint főleg vidéken aratott nagy sikert a darab, ahol az emberek könnyen tudtak azonosulni a szereplők kiszolgáltatottságával és a munkahelyi nyomással. A színpadon az új rendezőnek, aki Csonka András alakít, Mogyoró és Banán kíséretében kell 5 nap alatt hozzásegítenie az írót egy teljesen új forgatókönyv elkészüléséhez. Ilyen rendezőkkel még nem találkoztam, meg ilyen helyzetre sem találkoztam természetesen, hogy össze legyünk zárva, kénytelen, keretlen pár napra, vagy akármennyi időre is, hogy elkészüljön valami. De hát amikor az ember próbál valamit folyamatosan, akár 1,5 hónapig, vagy 2 hónapig, egy musicalt, vagy akármilyen színdarabot, akkor azért sokszor úgy érzi, hogy össze van zárva azokkal, akikkel készíti, hiszen ma már a próbák nem csak 10-től 2-ig tartanak, gondolom ezt a nyíregyházi kollégák is tanúsíthatják, hogy nagyon kevés az idő, tehát olyankor esti próbák is vannak, délután is, és 2 között meg esetleg táncpróbák vannak, vagy éppen valami kiegészítő, tehát valami olyan, mintha össze lennénk zárva egy lakásban. A káoszból kialakult happy endet teltházas nézőtér láthatta a Görög udvarban, a Mandala nyár keretein belül. És fölmegyünk a lakásról, érted? A plüss szőnyegen, érted? Leveti a ruháját, a holdfényben megcsillan mesztelen teste. Én fölteszek valami gyönyörű lassú zenét, tolnám le a gatyámat, mikor belép egy filmrendező, és azt mondja, köszönöm, innen átveszem!